Majd megmutatom a másiknál, hogy egyébként mi is a... Opá, jaj! Tölt, sosem döglik be, ugye srácok? Tartja a mondás. Mégis ennek ellenére őt fogjuk most javítani. De nem kell megijedni, nem nagy a gond egyébként, csak mégis olyan probléma, amiről egyébként nem gondolná az ember, hogy bedöglik. Főleg egy Toyotánál. Már is mutatom. Ő lenne a problémás. Méghozzá az, hogy nem megy az ablak se föl, se le. Tehát teljesen a kapcsoló az úgymond, ja, és a világítás sem működik rajta, tehát igazából a kapcsoló az teljesen kvázi olyan, mintha megszakadt volna az egész kábel köteg, de mégse, mert előről lehet irányítani, tehát igazából az ablak működik, a kábel átmegy a motorhoz biztosan, max csak itt a vezérlő, a gomb döglött be. Ehhez elő is készítettem már a szerszámokat. Mielőtt tovább mennénk a videóba, folytassuk az ingyenes kávetikkel lekérdezési lehetőségünket egy következő autóval, amit ti írtatok ugye kommentbe. Aki követő már tudja, hogy kommentbe lehet írni alvászámot vagy rendszámot, én abból ki fogok választani egyet, majd lekérdezzük egy következő videóban, így ahogy például most ezt a Seat Leont is. Úgyhogy bátorítanám az újakat, akik először járnak itt, hogy ezért is érdemes feliratkozni a csatornára, mert nem csak ez van ingyen, elég sok mindent próbálok nektek nyújtani mindig. Ezen kívül megjegyezném azt is, hogyha nem szeretnétek így nyilvánosan látni az autótoknak az előéletét, vagy nem szeretnétek egyszerűen várni, mert azért nyilván ez idő, mire a kommentből kiválasztom, aztán bekerül egy videóba, főleg, hogy elég sokan írtok. Úgyhogy ezért van az a lehetőség, hogy 20% kedvezménnyel le tudtok magatoknak is kérdezni egy-egy autót a Darkfly kuponkóddal. Na de, lássuk is akkor ezt a jelentést. El se hiszem, de nincsen elvileg semmi problémája az autónak. Nem volt lopott, használatban is tök oké az autó, sérülése sem volt, legalábbis hivatalosan biztosan nem. Ez sajnos tényleg azt kell, hogy mondjam, nagyon ritka itthon. Tele van a használt autópiac. Törött, tekert, lopott, tényleg mindennel találkoztam már, és a lekérdezéseknek a 90%-a van bajos. És akkor itt jöhetnek is már a képek, 33 fényképünk van, itt került be például az országba, és akkor szépen végig lehet követni kilométer-óra állást is, illetve az esetleges színváltozásokat, vagy sérüléseket, lámpacserék, ilyenekre gondolok. És amúgy nekem azt tűnik fel, hogy lehet, hogy azt írja a kávetik, hogy hivatalos sérülés nincs, viszont nagyon úgy tűnik, hogy nekem az az első lökhárító más színű. Úgyhogy én megmerném kockáztatni, hogy ezt kicsit meghúzták, vagy ilyesmi, aztán leadták Józsi bácsinak, hogy figyelj, gyorsan javítsd meg ezt az autót, és fújjuk le, és stb. Stb. Ha nincs itt hivatalos sérülés, ugye biztosítózás, stb., akkor azért ezt el lehet sajnos titkolni, még így is, és akkor ugye a sérülés, amit mondtam meg, amit láttunk az elején is, elvileg nincs, hivatalos biztosan nincs. Aztán, hogy Józsi bácsi mit csinált, az már egy másik kérdés, ugye jó kis 1.9-es gépjármű, és akkor 2015-ben került Magyarországra, itt az idővonal alapján, a legvégén, és akkor igazából műszaki vizsgák, 2022-ben, bocsánat, volt még egy tulajdonosváltás, sőt, 22. hóban is, és most idén, 3. hóban is. Ez az autó amúgy alapból így jónak tűnik lekérdezés alapján biztosan. Simon barátomtól, alias Toykár, kaptam egy ilyet, elméletileg működik. Hát ezt ki fogjuk szedni, mert hogyha szemfülesek vagytok, akkor ez egy balos fogantyú, nekem pedig a jobbos fog kelleni. Viszont, ha jobban megnézitek, ez amúgy elég durván karcos, mint kb. Az összes Toyotán, mert ezek az ezüst elemek nagyon durván bekoszolód, vagy hát... összekarcolódnak, meg lekopik róluk a festék. Ezen a festék még rajta van, viszont karcos. Mutatom a többit. Első körben a rosszat mutatnám. Mivel ugye taxi volt a gépjármű, ezért hát itt a külső részén nem is látszik, itt egy kicsit kopott, de ez még aránylag megvan a festék, viszont itt már teljes mértékben le van kopolja, hogy mindig becsukták. Egyszerűen itt lekoptatták a kezükkel a festéket, úgyhogy hát ezt most vagy újra festem, vagy esetleg a fóliázás is felmerült, viszont itt a kapcsolónál elég rossz lenne lefóliázni. Fólia ugye nem szereti ezeket a visszahajtásokat. Itt a másik, ez kb. Ugyanaz. És érdekes, hogy egyébként ez a bal, ez nekem kopottabbnak tűnik, mint a jobb.
főleg itt kint is, tehát hogy olyan, mintha balra inkább többet szálltak volna be, mint jobbra, pedig ugye hát általában jobb hátra szoktak az utasok beszállni. Az én részlegem, a sofőr az lényegében gatya, tehát az konkrétan itt nincsen festék, nekem is itt van a térdem, az mindig itt van, úgyhogy az is koptatja szépen. A gombok meg a feliratok még aránylag jók, ez mondjuk annyira nem, meg a tükörbehajtó sem. Azt én mondjuk annyira nem használom, úgyhogy az előttem levő tulaj érdeme, hogy így lekopott. De hát ez is valamit kéne kezdeni, itt bent is ilyen kopottas. Hát ugye nem tudok a kormányról, nem csak az ezüst részéről, ne is beszéljünk, mert az... Hát az gusztustalan. Teljes mértékben a bőrrel is, a gombokkal is, az ezüst betétekkel is, az mindennel. És akkor van még itt jobb elől egy betétünk, ez van a legjobb állapotban. Tehát az látszik, hogy a sofőr mellé nem nagyon ült be bárki. Egyszerűen csak karcos. Ha szerencsém van, akkor ezt valami polír technikával megoldjuk gyorsba, és akkor ez kész is. Ez az egy ezüst elem van még a kocsin, ami látjátok már nem ezüst. Én ezt annól lehúztam ilyen bőrhatású fóliával. Hát nem lett rossz, de valamilyen úton módon már az évek során felpuposodott, úgyhogy ezt is lehet leszedem, és megnézzük, hogy milyen is az ezüst alatta. Aztán ugyanúgy le kéne. Hát... vagy fújni, vagy valamit csinálni vele. Itt a középső konzol ezüstje, az még azt mondom, hogy az jó. A kocsi pedig most elég durván poros, úgyhogy ezt ne nézzétek. Kell neki egy nagy takarítás. Na, de visszatérve a problémás alkatrészhez. Én már, mint mondtam, ide készítettem a cuccokat. Kell hozzá egy ilyen aránylag vékony sztori, és elméletileg annyi az egész, hogy itt begyúlunk alá. Ha, várjatok. Ja, értem. Szóval leesett a kábel, vagy ez mi? De... hol a kábel? What? Mi a... mi a bánat? Aha. Akkor, srácok, visszatérhetünk a videó elején említett egy Toyota soha nem döglik be című sztorira. Az mi? Mondjuk ez a másikon le van törve. Na jó, hát én ezt most visszatettem, és mindjárt megnézzük, hogy működik-e. Ja, alapból ez így működik. Fölmegy. Nagyon jó. És akkor... azt a... jó. Hát ez gyönyörű. A lényeg amúgy, hogy akkor egy Toyota soha nem döglik be. Jó, egyébként ez nem igaz, mert azért vannak típushibáik, ugye hengerfejesedés, vízpumpa, cellahiba, és a többi, de... ha néztétek eddig a videókat, és visszaemlékeztek, hogy betettem hátra egy ményomót, és leszettem akkor ezt az ajtókárpitot. Lehet, hogy ez nincs is benne a videóban, de mindegy, leszettem ezt az ajtókárpitot is, a másikat is, elől is azt hiszem leszettem. Eléggé szétszettem a kocsit, és valószínűleg úgy sikerült összetenni, hogy közben kihúzódott ez a kapcsoló, és azóta nem jó a sztori. Úgyhogy ez, hát ez elég vicces. Na mindegy, visszatérve egyébként, ezt akkor is le kéne festeni, vagy valamit csinálni vele. Úgyhogy erre még valamit kitalálok, mert ez így nem szimpatikus. Na figyúzzatok, segítségül hívtam a kis 3M-es, nagyon finom szemcsés polír pasztát, és hozzávaló korongot, ami hát sajnos már egyébként kicsit koszos, de erre úgy gondoltam, hogy jó lesz még. Idáig políroztam le csak ott a felső részét, és nem azt mondom, hogy teljesen karcmentes, mert akkor hazudnék, viszont brutál szép lett. Tehát, hogy ott láttok egy-két nagyobb karcot, de azon kívül semmi nincs rajta. Plusz van valami ráégett ilyen foltos, valami ápolószer, vagy én nem tudom micsoda. Ezt mióta megvettem egyébként, így néz ki, sose jutottam el eddig. Úgyhogy most viszont ezt jól lepolírozom, és tök jól fog kinézni szerintem. Ahol meg hiányzik a festék, azt hát veszek rá, én úgy gondolom, hogy
vagy valami ezüst műanyag festéket, vagy valami ezüst sima festéket, lakkot, és akkor megpróbálom azzal megcsinálni. Talán ezen jobban látszik. Látjátok, hogy egyébként vannak még rajta karcok. Van, amelyik nem is annyira durván mély, viszont nem akarok nekiállni a sárga polírpasztell és a sárga koronggal, mert az annyira durva, hogyha egy picit megugrik, vagy ilyesmi, akkor simán lehet, hogy ha már nem elég vastag a fényezés rajta, akkor hát igazából belekap. És látjátok, hogy nagyon szépen most így tükröződik kb. Tehát egy fogantyúnak, ami majd folyamatosan összekarca az ember, szerintem ez tök jó. Akár még ezt is ki lehetne polírozni. Annyira megtetszett ez a végeredmény, hogy ezt is le kéne akkor már polírozgatni. Jó, ez kellett egy csavarhúzó. Kipolíroztam, és szerintem sokkal jobb lett. Egy picit talán látszik valami maradvány, de kb. Ennyi. Ott még megpróbálom azt kicsit kijebb fényesíteni. Le is jött nagyon szépen. Kapcsolókat visszatettem. Egyébként, ha felmerülne, mérjen ez a kapcsoló, ez a kettő, azért, mert sötétítő fólia van rajta. Azért van rajta sötétítő fólia, mert pont sötétítő fólia volt nálam kéznél, amikor éppen a kocsit megkaptam, és hát igazából lefóliáztam az összes olyan gombot, ami még épp állapotban volt, szépen, nem lekopva, hogy maradjon is olyan. Mert ezeknek a Toyotáknak nagyon nagy hátránya, hogy mint látjátok, a fogantyúk is, de minden le van kb. Hát, nem azt mondom, hogy gagyin fényező, de minden fényező van, nem anyagában, és egyszerűen mindenről lekopik minden. Belejöttem közben a dolgokba, szétszedtem ezt is. Most ezt kipolíroztam, és tök szép lett. Majd megmutatom a másiknál, hogy egyébként mi is a... Hoppá, jaj. Ezt gyorsan leszedtük, ne dudáljon itt a gép. Szóval, ott tartottam, hogy ezt leszedtem. Leszedtem róla a vásárláskor a kereskedő által ráfújt ezüst réteget, ami láthatóan egyébként nem lenne rossz, viszont egyrészt más a színe, másrészt nincs rajta lak. Tehát, hogy teljes mértékben csak és kizárólag fényt fújtak rá. Hát ez, mint látható, eléggé gusztustalan. Ezt úgy képzeljétek el, hogy annyira könnyen lejön. Véghúzom így a kezem, és már fújjon le az egész. Közben gyorsan megcsináltam egy teszt is. Ugye ezeknél a Priusoknál típus hiba az, hogy ezek a gombok beragadnak, mert itt vannak az üdítő tartó mellett, illetve a pohártartó mellett, és nagyon jól rá tud ömleni egy-egy bukkanónál, vagy úthibánál a megkis pohárból, vagy bármiből ide a ragacsos cukros lé, amitől szépen ezek a gombok így megragadnak, plusz, hát nem tudom mennyire látszik, semennyire, de bent, de ott látszik, bent vannak ilyen sínek, amik alapból ilyen szilikon zsírszerűséggel vannak bekenve gyárilag, hogy szépen csúszanak és ne legyen ilyen gagyi műanyag hatásuk. Na hát az meg ki szokott száradni. Tehát így ez a kettő azt eredményezi, hogy ezek a gombok általában, ha megnyomja az ember, akkor úgy is marad, és nem jön vissza. Úgyhogy hát szétszedtem pikpak, ezeket a pöcköket kipattintottam, és újra kentem szilikonzsírral, kitakarítottam, és igazából ennyi. Úgyhogy most ezt is megcsináltam szépen. Gombokat pedig letisztítottam, most nagyon csillognak, villognak. Many months later. Látszok, az van, hogy volt most egy elég erős kihagyás, nagyjából egy olyan, hát kb. Fél év, de ez nem véletlen, mert ezt a cuccot akartam nektek bemutatni, hogy ez mennyire tartós, vagy egyáltalán mennyire működik, vagy sem. Ez konkrétan, látjátok, egy ilyen nagyon menő kínai AliExpress-es cucc, ami kerül, vagy nem 200 forint, hanem mondjuk 300, vagy talán most már 500, hogyha a posta meg megvámkezeli, akkor meg inkább az 1000 forint. Na de szóval ez egy bőrre való festék. Tehát ezt hivatalosan úgy árulják AliExpressen, hogy bekened vele a kormányt, vagy bármit, ami bőr, műbőr, vagy normál bőr, teljesen mindegy, és nagyon király lesz, nagyon tartós, évekig úgy marad, stb. Na, első tippre, nyilván azt mondhatjuk, hogy ez egy hülyeség, és második tippre, miután leteszteltük, nagyjából ez be is fog bizonyosodni. Mutatnám igazából az eredményt. Direkt azért hagytam ezt a videót így két részbe, és szüneteltettem egy kicsit, hogy meglássátok, hogy milyennek a cuccnak a hatása tulajdonképpen,
Illetve nem csak ennek, hanem magának a festéknek is, amiket használtam, ugye az ezüst elemeknek a lefújásához. Na, hát akkor kezdeném a festékkel. Első körben, ugye én ezt teljes mértékben lefújtam, és látjátok, hogy már sajnos fél év után elkezdett így feljönni, hiába volt rajta lak. Ugyan nem 2K-s lak, hanem sajnos csak ugye a flakonba kapható 1K-s, ilyen sima átlátszó lakot használtam rajta, de nem tudom mennyire jön át kamerán, de már ilyen rücskös, meg már konkrétan feljött. Úgyhogy ha tartós megoldást akartok, akkor nem ajánlom ezt a sima praktikeres vagy obis ezüst. Tényleg normál akril festék, és rá a lak. Az sajnos nekem eddig bírja, és mondom, hogyha így kaparászom, akkor nem azt mondom, hogy nem kemény, de érzem, hogy így bele tud, főleg, hogyha meleg van, bele tud akadni a körmöm, ami meg azt jelenti, hogy puha maga a festék, és egyszerűen le tud kapni pikpak. Úgyhogy ez egyszer ilyen. Én Budaörsön szoktam vásárolni egy festékboltba ilyen, hát igazából mindenféle fújós festéket, legtöbbször, főleg, hogyha színt kevertetek, vagy ilyesmi, és ez még onnan származik, egy igazából autólak, és az eladósrác szerint a lehető legerősebb 1K-s autólaknak számít. Erre azt mondom, hogy még oké. Okay. Főleg úgy, hogy ugye a kormányon még jobban igénybe van véve, mint itt, szóval ez nagyon nem lett okés. Ez viszont, ez azt mondom, hogy jó, tehát hogyha nagyon erős 1K-s lakkot használtok, plusz ezüst festéket, akkor egész jó lesz, mert hát emlékeztek, hogy ez itt teljesen fakó volt, feketére ki volt már kopva, stb. És fél év után se jött még vissza, pedig azért beletettem egy olyan 15 000 kilométert simán. Nyilván ezt is sajnos azért időközönként újra kell fújni, úgyhogy ez se tökéletes. Lehet, hogy a fúlia az mégiscsak célra vezetőbb. Na de, amit az elején mutattam, kormány, festék, látjátok, hogy tulajdonképpen nem ért semmit, mert ez a teljesen kopott állapota a kormánynak, tehát ez ilyen volt, és ezt szerettem volna, illetve szeretném megoldani még a mai napig. Én bekentem ezzel a festékkel, és nagyon királyul nézett ki, tehát ilyen matt lett, ilyen matt fekete, mint ez a gumis műanyagos cucc, csak ugye itt a bőrön. Talán itt még látjátok is, itt van egy pici maradéka. Tehát ilyen lett az egész kormány, nagyon szépen nézett ki, de hát látjátok, fél év alatt kopra lekopott. Tehát tényleg csontra lekopott. Itt van még egy pici. Itt is van még egy kicsike a használati részéből. Itt nyilván nem nagyon fogdosom a kormányt, úgyhogy ez itt azért nem kopik, de hát ez nem jött be. Úgyhogy valószínű újra bőrözés lesz itt a sztori. Ezt csak azért szerettem volna így hozzáfűzni a videóhoz, hogy lássátok, hogy tulajdonképpen mire jó. Igazából ez a festék szerintem akkor jó, hogyha találtok valami olyan bőrkopást olyan helyen, amit nem használtak, tehát nem ilyet, mint a kormány, mert a kormányon nem lesz jó, pikpak le fog kopni, viszont máshol simán egyébként jó lehet, csak ne legyen nagyon igénybe véve, mert akkor hát igazából ugyanilyen gatya lesz az egész, sajnos ez ilyen. Hogyha érdekel titeket, egyébként a Motipnak is van bőrfestéke, az konkrétan ilyen fújós sprébe van. Ha tényleg, hogyha érdekel, írjátok meg kommentbe, és lehet, hogy akkor mielőtt újra bőröztetem a kormányt, ezt szintén egy ilyen kicsit hosszabb távú teszttel letesztelem, és akkor okosabbak leszünk. De hogyha tudtok valami megoldást akár bőrfestékre, ami tartós, tehát tényleg tartós legyen, és olcsóbb legyen, mint az újra bőrözés, vagy nem is feltétlen olcsóbb legyen, itt nekem az lenne a cél, hogy megtartsam ezt a minőségi bőrt, mert egyébként ez fogásra nekem nagyon tetszik, tehát tök jó puha, és mégiscsak ez, tehát megtartanám a gyári Toyotának ezt a bőrét. És az lenne a jó, hogyha le lehetne festeni, és nem kéne levágni, vagy hogyha nem vágatom le, akkor meg már nagyon vastag lesz a kormány, úgyhogy erre keresnék valami megoldást, nyilván az egész videó is ebből indult ki. Illetve a másik problémám az ugye ez, hogy mivel lehet tartósan ezt lefedni, ami nem fólia. A fóliát azt egyelőre offoltam, lehet, hogy ki fogom próbálni majd ilyen fújható fóliával, aztán azt is meglátjuk, de mondom, kommenteljétek, hogy titeket mi érdekel, és hogy merre fele induljak el, esetleg van-e bármi olyan megoldás, ami nektek már bevált hosszú távon. Úgyhogy ennyit szerettem volna. Zárásként még kicseréljük ezt a kis pöcköt itt, ami ketté van törve, plusz van egy ilyenünk, ami meg nem tart.
csak ilyen halátétes tömeggel. Úgyhogy ez a videó nagyjából ennyi volt, srácok. Mi is van ezekkel a Toyotákkal? Hogyha szeretnétek bemutatni az autótokat, mert van valami egyedi építés a garázsba, egyszerűen csak leszeretnétek mérni a 0-100-as gyorsulását, akkor nyugodtan írjatok Instagramon vagy e-mailen, és megbeszéljük. Na, szevasztok!